Ezt átadok pénteken állítólag. Igen, akkor már átadás lesz? Az egyik épület. Tehát akkor önök nem tudják valójában, hogy milyen létesítményt őriznek. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Eljöttünk ide Nyugat-Magyarországra, Vitnyédre. Ez egy kis békés település, csak sajnos az a hír járja, hogy nem biztos, hogy sokáig békés lesz, mert az a szóbeszéd terjed a faluban, és a polgármester is erre utalt, hogy itt a háttérben lévő területen építkezés folyik, és egy 500 fő befogadására alkalmas migráns tábor fog épülni. Na most a tisztánlátás kedvéért azt mondják, és ennek majd azért nyilván megpróbálunk utána járni a következő napokban is, hogy ez nem vendégmunkás szálló, nem minthogyha a vendégmunkás szálló gombamódra való szaporodása ne lenne felháborító, ami történik a hazánkban, és azok is migránsok, de ezek azok a migránsok lennének elméletileg, akik a déli határól jönnek, és ugye az elmúlt hetekben hallottuk, hogy a kormány nagy mellénnyel üzente Brüsszelnek, hogyha kell, akkor buszokkal fogja elvinni a migránsokat. Na most ehhez képest lehet, hogy megint azzal a helyzettel állunk szembe, hogy egy szokásos fideszes nagyotmondásról van szó, és gyakorlatilag szépen csendben, teljes titokban meghajol a brüsszeli globalisták érdekei előtt a kormány. Ezért jöttünk el ide Nyugat-Magyarországra, erre a kis településre, hogy megnézzük. Egyelőre viszont azt látjuk, hogy nem nagyon mehetünk bentebb. Szerintem meglehetősen nagy a rendőri készültség ahhoz képest, hogy csak egy sima építkezésről van szó. A kerítésig jöhettünk, és meg fogunk itt kérdezni még helyieket is arról, hogy mit gondolnak erről a kialakult helyzetről. Úgy néz ki, hogy itt a kerítés túloldalán fog épülni a feltételezett migráns szálló, az viszont ténykérdés, illetve erről lehetett hallani, hogy korábban ukrán menekültek voltak itt elszállásolva, de mi úgy látjuk, hogy vannak is még itt, és azt is látjuk, hogy hát nem feltétlenül ukránokról van szó, hanem inkább ukrajnai cigányokról, és hogyha szétnézünk itt az erdőben mellettünk, akkor azért látszódik is ennek a szubkultúrának a tevékenysége, nem éppen kulturál tevékenysége, és ott bent is inkább ukrajnai cigányokat látunk. Egyelőre még ők vannak itt. Itt vagyunk a szállás melletti erdőben, hát gyakorlatilag alig tudunk olyan helyre lépni, amit ne árasztott volna el a szemét. Hát ez nyilván egész valószínű, hogy az ukrajnai cigányoknak a idézőjeles munkája, tehát meg lehet nézni, hogy hogyan viszonyulnak a higiéniához és a rendhez. Most képzeljük el, hogyha ne adj Isten beigazolódnak azok a félelmek, hogy harmadik világbéli migránsok érkeznek ide a településre, akkor hogyan fog ez itt kinézni? Úgy tudjuk, hogy a betyársereg is készül itt egy demonstrációval. Megosztanád a részleteket, hogy miről van szó? Sziasztok! Több embertől kaptunk megkeresést az ügyben, hogy tervezve van ide egy migránsszálló, ahol a hírek szerint nagyjából 500 embert készülnek elszállásolni, és ugye nyilván a környéken ez elég nagy irodalmat keltett. Hát, itt a környékbeli településeken 6-700 fős kis falvak vannak. Nyilván egy ekkora áradat az veszélyes és komoly irodalmat keltett, igen. Tervezünk egy nagyobb demonstrációt is a közeljövőben, tehát ez egy ilyen 1-2 hét leforgásán belül meg lesz valósítva. Ahova azért szeretnénk komolyabb létszámot mozgósítani, mert nagyon nagy igény van a lakosság részéről is, hogy itt ezzel nem felszólaljunk. Így van, ez nagyon helyes, tehát nem szabad szerintem se hagyni, hogy ez a szőnyeg alá legyen söpörve, meg én is egyetértek vele, tehát hogyha itt megjelenik 500 harmadik világbéli migráns, és azok itt kimászkálnak a faluba, az közbiztonsági veszély. Itt van mellettem Pisák István is, ő a Mi Hazánk soproni elnöke. Te elég sok információval, háttérinformációval rendelkezel az itt kialakult helyzetről. Ezekről kérlek, mesélj nekünk egy pár szót. Így van, üdvözlök én is mindenkit. Gyakorlatilag itt röviden arról van szó, hogy a Sopron vármegyei Mi Hazánk információkat kapott arról, hogy itt az állampolgárok beleegyezése és tudta nélkül egy olyan bázist fognak létrehozni, ahol migránsokat fognak, afgánokat, szíreket fognak elhelyezni. Gyakorlatilag erre semmiféle törvényi felhatalmazása jelen pillanatban nincsen a Fidesz kormánynak, úgyhogy innen megkérjük a drágalátos Orbán Viktor urat, hogy ezt újra kellene az emberekkel tárgyalni. Nincs olyan, hogy az emberek feje felett úgy törünk pálcát, hogy arról nem tájékoztatjuk, hogy valójában kik kerülnek ide.
500 embert hoznak ide. Most első hallásra a jelenlegi információink szerint pénteken már jön az első turnus. 2 milliárd forintot gyakorlatilag beleül a magyar kormány úgy a semmiből, hogy gyakorlatilag nincsen pénzünk semmiféle egyéb szolgáltatásra, ami Magyarországon alapszolgáltatás lenne, és folyamatosan ebből vannak a problémáink. Igenis követeljük, hogy az embereknek a jóváhagyása nélkül ilyen létesítmények, ami a hátunk mögött lehetne más ipari hasznosításra, családi vagy bármilyen környezetkialakítási dologra költeni a pénzt, ilyet a magyar kormány ne tegyen, ne tehessen. Úgyhogy gyakorlatilag itt ennyi a lényeg, és várnánk továbbiakban azt, hogy igenis nagyon gyorsan orvosolják, és ennek a beruházásnak az azonnali ráállítását követeljük. És összegzésként azt hiszem mindannyiunk nevében el lehet mondani, hogy a teljes nemzeti oldal, a Mi Hazánk mozgalom is azon az állásponton van, hogy nem támogatjuk a migráció semmilyen formáját, tehát mi a vendégmunkások beáramlását sem támogatjuk, és nyilván azt sem támogatjuk, hogy illegális migránsokat szállásoljanak el. Ezeket a migránsokat haza kell küldeni, a déli határt jobban kell védeni, semmi szükség erre, és hogyha ez tényleg így van, hogy itt migráns szálló lesz, akkor az egy óriási nagy hazugság megint a kormány részéről, mert hát a kommunikáció az megint csak másról szólt. Azt gondolom, hogy a magyar emberek döntő többsége itt helyben is ellenzi ezt, és nyilván, hogyha ez itt megvalósul, akkor a hazafias szervezetek ez ellen tiltakozni fognak. Így van, ráadásul ugye nem beszélve arról, hogy úgy hirdeti magát a kormány, hogy családbarát politikát folytat. Úgyhogy innentől kezdve nem hiszem, hogy bármelyik családdal is leegyeztették volna ennek a beruházásnak a kivitelezését. Így van, így van. Ugye arról sincs információ egyelőre, ami probléma, hogy ez a tábor ez zárt lesz, tehát őrizni fogják, vagy kijárhatnak. Ugye mindannyian itt a környéken lakunk, ide járnak a gyerekeink óvodába, stb. Tehát minden erőnkkel azon leszünk, hogy megvédjük itt az életet. Nyilván egyáltalán semmiről nincs információ. Kellem ahhoz, hogy mit tudom én, angol mintára itt bemjönjenek az óvodába, és akkor lekaszabolják a gyerekeket akár. Persze, persze. Vagy késes támadások, vagy egyéb ilyen utcai boltba való kiárás, vagy egyéb ugye szolgáltatóipart előbb-utóbb igénybe kell vegyék, gondolom én étkezés, ez az amaz, tehát nagyon közel van a falu, úgyhogy Vittyét községről beszélünk, tehát itt van tőlünk pár kilométernyire, nem fognak itten bóklászni, meg számonkérés nélkül járkálgatni emberek, tehát ez teljessége lehetetlen. Sziasztok! Egy rövid információ, hadd kérdezek valamit. Figyelj, ti dolgoztok bent ezen az építkezésen, és milyen jellegű építkezések vannak? Felújítások? Vagy? Igen, első bották, aztán meg felújítás. És az átadás időpontjáról tudtok már valamit? Vagy hát most állítólag pénteken, állítólag. Igen, pénteken. Akkor már átadás lesz? Az egyik épület. Aha, mert értem. Jó napot, bocsánat. És akik most vannak itt, ők maradnak, vagy őket elviszik máshova? Nem, őket már viszik el. Már viszik el. Egy csoportot már elvittek. Uh-huh. És itt a környékben lesznek ők elszállások? Ja. Jó, köszönjük szépen! Jó, ennyi lesz volna csak. Köszönjük, jó. Sziasztok! Egy csokolom, jó napot kívánok, tiszteltem! Földmérés az már megy. Földmérés megy, látom. Tiszteltem! Érdeklődni szeretnék, a Soproni Mi Hazánktól jöttem, illetve jöttünk pár kollégámmal és barátunkkal együtt. Érdeklődni szeretnék, hogy milyen objektumot védenek itt, illetve milyen rendfenntartó szolgáltatást nyújtanak itt a jelen pillanatban a magyar állampolgárok felé. Hát a Győr-Moson-Sopron megyei rendőrfőkapitányságról vagyunk itt, de nekünk a feladatunk az, hogy ellássuk az itt folyó építkezés, az építőanyagoknak a behozatalát, az építkezőknek a építőanyagoknak a őrzését, védését. Ennyi feladatot hatunk. És ehhez külső szég nem elég? Miért kell ez a magyar rendőrséget bevonni? Keresse meg a Győr-Moson-Sopron megyei sajtószóvivőt. Értem. Majd nyilatkozik. Jó, rendben van, köszönöm. Tehát akkor önök nem tudják valójában, hogy milyen létesítményt őriznek? Egy létesítmény. Mert ez egy számomra egy kerítéssel körbevett létesítménynek a kialakítása folyik itt, amivel gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy a magyar állampolgárokat illet volna tájékoztatni. Nézd, ez nem a mi feladatunk. Még egyszer mondom, hogy... Értettem, világos, semmi van. Keressen meg. Ja, a felettesét. Személy szerint kit tudok keresni? Győr-Moson-Sopron megyei rendőrfőkapitányságot. De kit? Hát arra Győr-Moson-Sopron. De önnek ki a felettese önnek? Győr-Moson vármegyei rendőrfőkapitány. Jó, rendben. Köszönöm szépen. További jó munkát. Kérjük sokan. Köszönöm.